Sziasztok, szép napot mindenkinek! Üdvözöllek titeket a Még idén kampány legújabb videójában. Ez az a kampány, amit a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel indítottunk azért, hogy még idén áttérünk egy egészségesebb életre. Ehhez mutatok ma is egy trükköt. Bizonyára mindenki tudja, hogy az egészséges életnek többek között az az alapja, hogy megfelelő mennyiségű vizet, 2-2,5 liter vizet igyunk naponta. Ez számomra nem jelent problémát, mert én szeretem a vízizét, és hozzászoktam ahhoz, hogy rendszeresen mindig van a kezem ügyében víz, és azt iszogatom egész nap. Viszont sokak számára, egyébként beszélgettem a kollégáimmal, és ők is mondták, hogy igen, sokak számára ez konkrét problémát jelent, mert nem szeretik a vízizét, vagy egyszerűen emlékeztetni kell magukat arra, hogy hoppát, vizet kell. Innom. Viszont nagyon jó megoldás, hogyha ízesítjük a vizet, és így egyből ugye kipipálhatjuk a szükséges mennyiség elfogyasztását, de közben nem kell szenvednünk a víznek a semleges ízétől. Most egy fantasztikus őszi receptet fogok mutatni, amihez igazából már ki is töltöttem egy liternyi vizet, itt van mellettem. Annyit fogok tenni, hogy fogok egy szép körtét, és apró darabokra vágom, bele fogom zúgyintani, természetesen alaposan megmosom, beledobom a vízbe, mehet bele majd egy-két fahéj is, illetve szegfűszeget is fogok beledobni, valamint, hogyha valaki bírja fűszeres ízeket, ott nyugodtan egy kis darabka gyömbért, miután meghámozott, fel lehet darabolni, vagy le is lehet préselni, és azt is bele lehet rakni a vízbe. Nyilván minél több ideig hagyjuk benne ezeket a gyümölcsöket és fűszereket, annál erősebb és karakteresebb lesz a víznek az íze, tehát hogyha valaki kevésbé szeretne nagyon fahéjas, szegfűszeges, gyömbéres körtés vizet inni, az miután belerakta, várjon egy picit, és már fogyassza is el, de hogyha szeretnétek, akkor jó sokáig is benne lehet ez a sok összetevő, és akár hűtőben 3 napig is eláll ez a fantasztikus őszi víz. Elkészültem ezzel a gyönyörűséges őszi vízzel, és hát nézzétek meg, szerintem fantasztikus már ránézni, és az illata pedig valami mennyei, egyelőre most még a gyömbér dominál, de aztán egy fél óra múlva nagyon szépen össze fognak érni az ízek és az illatok, na majd utána kóstoljátok meg. Sziasztok! Készült a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.